Sziasztok! Gyakran van furcsa elképzelésünk, hogy az emberek a régi időkben sokkal konzervatívabbak voltak a szex tekintetében, mint manapság. Az újságcikkek tele vannak olyan történetekkel, hogy az emberek mit szeretnek zárt ajtó mögött csinálni. Ha visszatekintünk őseinkre, gyakran azt tapasztaljuk, hogy sokkal nyitottabbak voltak, mint mi manapság. A szex az ókori Egyiptomban kiváló példa erre. A torinói erotikus papirusz a Ramesszida korban készült Krisztus előtt 1150 körül, amit Dar el-Medinában az ókori tébai kézművesek és művészek régi településében találtak meg. A papiruszon embereket és állatokat is ábrázolnak. Az emberek különböző szexuális aktusok és pozíciók sorozatában láthatók, ezért egyes történészek szerint a szex iránti megszállottságukat mutatja. Az állatok különféle emberi feladatokat látnak el zenészként, katonaként és művészként, ezért mások szerint ez csak egy szatíra, amit az ókori népnek szántak. De az erotikus jelentek alapján pornográfiának tűnik, olyan volt, mint az ókori egyiptomi Playboy. Az e fajta szexuális jellegű műalkotások létezése azt mutatja, hogy az ókori egyiptomiak egyáltalán nem voltak prüdek. Sok tekintetben liberálisok voltak a szexben. Vannak tévhitek a maszturbációval kapcsolatban, mely szerint, ha valaki önkielégítést végez, az káros vagy veszélyes lehet. Egyes vallási hiedelmek része az, hogy a maszturbáció bűn, de ennek nincs valóság alapja. Az ókori egyiptomi vallás tele van szex történetekkel, némelyik elég bizarr. A Heliopolis-i teremtés történet alapján Atum az első isten Onániával hozta létre a világot. Kezdetben Atum egyedül volt, nem volt társa, ezért önkielégítést végzett, és így teremtette meg Shu és Tefnut istent. Ezután további isteneket és istennőket hoztak létre. De mi a helyzet a női maszturbációval? Mivel nem sok történelmi utalás van rá, valószínűleg elfogadták, de nem beszéltek róla. Tudjuk, hogy a női maszturbációt a torinói erotikus papirusz is ábrázolja. A jeleneten a nő a váza tetejére ül, és hozzádörzsöli magát, hogy kiélvezze azt. Mítoszok is kapcsolódnak az ősi szexualitáshoz. Ilyen Kleopátra és a méhek híres története. Pletyka keringett arról, hogy Kleopátrának volt egy édes kis doboza, amire ráült, ha pajzánkodni akart. De használata előtt megtöltötték méhekkel. A szexjáték egy üres tök vagy papirusz doboz volt, amiben több száz méh zümmögése a vibrátorhoz hasonló stimulációt végzett. Bár nincs régészeti bizonyíték róla, a barkács vibrátor legkorábbi kísérlete lehetne. Min isten férfi termékenység isten volt és a szexhez is kapcsolódott. Állandóan erektáló fallosszal ábrázolták. Az impotenciával küzdő férfiak és a szexuális problémákkal vívódó nők felkeresték az ősi templomait, fallikus figurákat ajánlottak fel a számára. A templomba érkező emberek több alkalommal is megdörzsölték a Min isten szobor falloszát, abban bízva, hogy segít legyőzni a termékenységi és szexuális problémáikat. De milyen szexpozokat mutat be a papirusz? A torinói erotikus papiruszban a pár különböző pózokat próbál ki, a férfi földre dől, a nő fölötte van és az ölében ül. Itt az egyik ábra erősen emlékeztet a geb fölött áthajoló Nut istennőre, ahol gebet néha álló fallosszal ábrázolják. Egy másik izgalmas szemtől szembe pózis látható, a férfi áll és húzza a lány haját, aki tánc közben kap el. A lány jobb keze a lírán támaszkodik, a másik kezével a sarkát támasztja, és a férfi feje fölé emeli. Úgy tűnik, a hátulról való közösülés, a kutyapóz meglehetősen népszerű volt az egyiptomiak körében is, ahol a férfi áll és a nő fölé hajol. A hátulról való közösülés más példái a nőt a földön vagy az ágyon ábrázolja. A turini papirusz egy akrobata előadást is bemutat, ahol a nő egy szekeret hajt, miközben a férfi hátul van. Az ókori egyiptomi civilizáció erotikus vonatkozásait sokáig nagy diszkrécióval kezelték, és a témával kapcsolatos meglátások gyakran a szerző korabeli erkölcsi hozzáállását tükrözte, így a köztudatban úgy jelent meg,
hogy az ókori egyiptomiak zárkózottak voltak, de valójában fontos volt a szexualitás az életükben, és a mitológiai történetek elfogulatlan leírásokat tartalmaznak az ősi szex őszinte változatairól. Remélem tetszett, köszönöm, hogy itt voltatok!